Ma a keresztes pókról fogunk beszélni. A keresztes pók az ízelt lábúak egyik nagy csoportjába tartozik, mégpedig a pókszabásúak közé. Nézzük a főbb jellemzőit. A keresztes pókoknak és általában a pókszabásúaknak is két testájuk van, ez pedig a fejtor, így egyben, és a potro. A fejtorukhoz kapcsolódik az négy pár, azaz 8 darab ízelt lábuk, négy van a jobb oldalon, négy pedig velük szemben a bal oldalon. A szájszervük szintén a fejtorukon található, a fejtoruk elején, ez pedig a cságrágó. Ennek segítségével ragadják meg és fogyasztják el a zsákmányukat. A keresztes pókok petivel szaporodnak. A fejlődésük pedig nem teljes átalakulással történik, ahogy eddig tanultuk a rovaroknál, hanem kifejléssel. A kifejlés azt jelenti, hogy a petéből egy gyakorlatilag teljesen azonos, hasonló állat bújik ki, mint a nagy, kifejlett állat, csak éppen kicsiben. Tehát a kicsi keresztes pókok, amik kikelnek a petéből, azok szinte teljesen egy az egyben ugyanúgy néznek ki, mint a nagy fejlett keresztes pókok, csak éppen kicsik. Természetesen a növekedésük során a kültakarójukat többször levedlik, hiszen nem tud velük együtt nőni ilyen nagy mértékűt, de a külalakjuk, azok nem, külalakjuk nem változik, az ugyanolyan, mint amikor ugye kifejlődnek felnőtt korunkban. Tehát a kicsi keresztes pók szinte teljes nagyon, mint a nagy. Nincsen nagy átalakulás, mint mondjuk az eddig tanult ízelt lábúak esetében. A keresztes pók egy ragadozó állat, a zsákmányát hálójával ejti el. Ezek általában repülő, különböző repülő rovarok, amelyek ugye a hálójába repülnek be, és így ejti el ennek segítségével. Ebben a zsákmány elejtésében a hálóján kívül segítségére van a cságrágója tövében található méreg. A kerek hálóját faágak, levelek közé szövi, és ugye ennek segítségével tud apró rovarokat zsákmányozni. Ez úgy történik, hogy ugye megszövi a hálóját, aztán ő vagy a hálója közepén helyezkedik el, vagy pedig kimegy a hálója szintre. Ilyenkor a lábához kapcsol egy vezérfonalat, ami jelez neki, amikor beleakad a hálójába egy rovar, és ugye várja, hogy egy repülő rovar beleakadjon. Amikor a repülő rovar beleakad, akkor ő a mozgásra előrohan, és ezt a vergődő rovart körbeszövi, és a méreg mirigyének a váladékával pedig megbírja. Ez nem azt jelenti, hogy ez egy emberre is veszélyes, mérges pók, viszont a mérge pont elég arra, hogy ezeket az általa elejtett rovarokat megbénítsa. A keresztes pók, ahogy a képen is látod, egy nagy méretű pók. Magyarországhoz képest, ugye magyarországi pókokhoz képest egy nagy méretű pókról beszélünk, körülbelül másfél-két centiméteres nagyságú kifejlett állapotában. A potrohuk feltűnően nagy, főleg a nőstényeknek, a méretüket tekintve a hímek kisebbek, mint a nőstények. Ez amúgy furcsa, mert az állatvilágban általában a hím állatok azok, amelyek nagyobbak, no a keresztes póknál ez fordítva van, ott a nőstények jóval nagyobbak, és a potrohuk pedig ugye azért ilyen nagy, mert ebben találhatóak például a peték, a nőstényeknél, valamint ebben találhatók a szövőmirigyeik, amelyekben a pókháló szövéséhez szükséges anyagot termelik. A keresztes pókok színe sárgásbarna, sötétbarna között váltakozik, és a hátukon pedig fehér foltokból egy kereszt alakú forma minta rajzolódik ki, innen ered ugye a keresztes pók nevezés.
Ja, ahogy már mondtam, a potrohumban, a petéken kívül a nőstényeknél találhatók a szövőmirigyek, amivel a pókhálóhoz szükséges anyagot, ez egy fehérje, termel. Ez folyékony formában jön létre, folyékony formában jön ki a szabad levegőre, és a levegőn fog megszabadulni. A póknak a hátsó lábain szövőkarmok találhatóak, és ezt a anyagot, ugye ezt a levegő megszálló fehérjét, ezeknek a szövőkarmoknak a segítségével tudja fonállá összefonni, vagyis hát pókhálóvá összefonni a fonalakat. A pókfonál amúgy egy nagyon erős és nagyon rugalmas anyag. Nem véletlen, hogy a beleakadt repülőrovarok nem tudnak belőle kimenekülni. Olyannyira erős, hogyha egy pók egy ceruzavastagságú pókhálót szőne össze, akkor az bizony egy repülőgépet is elbírna. Itt pedig látod egy közelebbi képen azt, amit az előbb már mondtam, hogy miről kapta a keresztes póka nevét. Ugye a potrohán egy kereszt alakú figura található fehér pontokból, foltokból kirajzolódva.